Mit tehetnek a lakók, ha a szövetkezeti panelházuk közös képviselője, vagy ha így jobban tetszik, a szövetkezet ügyvezető igazgatója herdálja a közös vagyont? A közösség beleegyezése nélkül hoz olyan döntéseket, ami komoly kiadásokba veri a ház lakóit. Csehi András riportja után jogi szakértővel és az érintett ház lakóival folytatjuk a témát. Toldozott, foldozott szövetkezeti panelház egy budapesti külkerületben. Életveszélyesek a lépcsőfeljárók, kontár a fúgázás a panel elemek között, és nyitott, érintésvédelem mentesek a kapcsolótáblák a folyosókon. A ház közös képviseletével, vagy pontosabban ügyvezető elnökségével megbízott férfiről pedig kiderült, hogy adócsalás miatt eljárást indított ellene a NAV. Hát a lényeg az, hogy 43 éve ehhez a szekszényhez nem nyúlt semmit, 13 nem nyúlt senki, 13-ban kifizettük, 16-ban megint szereltünk villanyszerelésre. Itt érintésvédelmileg eleve le kellene lakatolva lenni. A sorozatos visszaélések és a ház ügyeinek hanyag kezelése miatt a közgyűlés leváltotta a ház közös képviselőjét, azaz ügyvezetőjét. De sokan úgy vélik, hogy a leváltott közös képviselő egy stróman bízott meg a ház ügyeinek irányításával. Így gyakorlatilag továbbra is a leváltott képviselő mozgatja háttérből a szálakat, és kezeli a pénzt a renoválási és egyéb munkák költségeinek ütemezésével kapcsolatban. Szerettünk volna egy elszámoltatást vele, az volt közös képviselővel, ugye ez nem történt meg, az új ügyvezető elnök, akit most megválasztottak, az nem hajlandó ezt megtenni, és ugye közben kiderült, hogy a háttérben továbbra is a volt üzemeltető vezeti a házat. Ráadásul az épület üzemeltetési költsége az elmúlt évben közel a duplájára nőtt. A ház ügyeinek intézésével ideiglenesen névleg megbízott fél pedig több kárt okoz, mint hasznot. A lakók azt mondják, hogy addig nem lesz előrelépés az ügyben, amíg a volt közös képviselők jogilag és véglegesen el nem távolítják a szövetkezeti vagyontól. Vendégeink Csiki András jogász, valamint Vég Hajnalka és Bertha József, akik a riportban is szerepeltek, ők ebben a Drégei Vár utcai szövetkezeti panelben laknak. Jó reggel. Jó reggel. Jó reggel. Kezdjük azzal talán, hogy tisztázzuk, hogy mi a különbség a szövetkezeti és a klasszikus társasházak között. Társasházak esetében az egyes lakások tulajdonosainak a közös tulajdonában állnak a közös használatban lévő helységek, és a társasház nem egy önálló jogi személy. Bizonyos esetekben perelhető, meg perelhet, de nem minősül önállóan egy jogi személynek, mint egy cég. Ellentétben a szövetkezet az önálló jogi személynek minősül, illetve a közös használatban lévő területek, például lépcsőház, azok mind a szövetkezet tulajdonában vannak. A szövetkezet ezen túlmenően meg vállalkozási tevékenységet is folytathat. És bocsánat, de csak közös megegyezéssel lehet eltávolítani a kártékony közös képviselőt. Miért nem tudnak ebben egyességre jutni önök? Sajnos a sok lakó passzívan nem jár el a közgyűlésre, és sok hátralékos pedig lesütött szemmel átadja a meghatalmazást egy erős csoportnak, akit a közös képviselő maga mellé állított. A gondokkal együtt jól meg vannak dolgozva, hogy minden meghatalmazás az ő kezükbe kerül, és sajnos így egyedül ők döntenek a háznak a pénze fölött. De tulajdonképpen leváltották már a közös képviselőt, csak ő még mindig beleszól a ház ügyeibe? Hát igen. Most vissza van foglalkoztatva, mint pótolhatatlan műszaki menedzser. Ilyen lehetséges, ügyvéd úr? Elvileg nincs kizárva az, hogy visszafoglalkoztassanak egy szemét, de úgy általánosságban ebben az ügyben nyilvánvalóan az a megoldás, ha sikerül leváltani az új közös képviselőt is, hogyha tényleg olyan tevékenységet végez, ami káros a ház számára, viszont az lényeges, hogy felel a tevékenységért. Ha gondatlanul jár el, akkor a PTK szerinti kártérítést is lehet tőle követelni, illetve a ház működése abszolút jogszabályba ütközik, alapszabályba, akkor elvileg törvényességi felületi eljárást is lehet indítani. Azt hallottuk ugye a riportban, hogy NAV eljárás folyik a közös képviselő ellen. Hogyan és milyen formában kell elszámolnia, ha el kell-e? Hát a NAV eljárás a személy szerint ellene folyik, ha jól értem, szóval az nem is a szövetkezettel szemben folyik. Viszont az problémát jelent, hogyha a ház eladósodik egy rossz gazdálkodás folytán, úgyhogy nyilván ilyenkor a leváltás merül föl, illetve ha eladósodás, mert a szövetkezet eladósodása esetén pótbefizetést is írhatnak elő, ami jelentős
költségekkel járhat a ház életében. Hajnak, azt kiszámoltak majd, mennyivel károsíthatta meg a képviselő magát a házat? Hát sat, vannak elképzelései, de a konkrét összeget azt nem tudom mondani, mert nem enged beletekinteni az iratokba. Tehát nem adta át az iratokat a... Volt egy ideiglenes vezetőség, amikor leváltottuk a volt közös képviselőt, többször feleszült, hogy adját az iratokat, kulcsokat, egyéb tárgyi eszközöket, ez nem történt meg. Tehát valójában csak úgy baltozni tudunk meg, amiket meg tudtunk szerezni, abból kifolyólag tudunk következtetni, hogy mennyi az összeg, de erről nem szeretnék most nyilatkozni, ezt majd... De 13-ban az elektronikus berendezésekre és a füstölvezető rendszerekre több mint 10 millió forint ment el kizárólag felszámolt cégekre. Tehát azóta ezeket a cégeket felszámolták, ezt népnyelv úgy mondja, hogy számlagyár. Ebből mindenki azt a következtetést vonja le, amit akar, és 16-ban, amikor kaptunk egy katasztrófa védelmi ellenőrzést, semmi nem felelt meg, és gyakorlatilag újból ki kellett fizetni ezeknek a berendezéseknek a helyre szabványossági rendbetételét. Egyébként ez a ház egy 4 milliárdos vagyon értéket képvisel, 320 albetéttel, és 2015. szeptember 4-én úgy feküdt le 320 lakó, hogy 29.500 forint volt a számlákon, ami azt jelenti, hogy lakásonként 92 forint. Ez szerintem nem felelőtlenség, hanem bűn egy ekkora vagyonértéknél. Ennyit hagyni a számlán. Van arra esély, hogy visszakapják valamilyen formában a pénzüket, vagy kártérítsék őket? Nem mondom, hogyha valamilyen gondatlan károkozás vagy szándékos történt, akkor nyilván ezt be lehet hajtani. Egyébként. Mit jelent az, hogy nem tudnak belenézni a papírokba? Vagy nem enged hozzájutni. Egyébként ilyen, ha az igazgatóságtól, jelen esetben az ügyvezető elnöktől információt kér bármely tulajdonos, akkor 30 napon belül írásban köteles válaszolni rá. Úgyhogy elméletileg erre köteles lenne, hogy válaszoljon, illetve hát a felügyelőbizottságnak. 30 napot várniuk kell arra, hogy belenézhessenek. Hát ez jogszabály szabályozza ezt a nyilván. Nem kell kivárni a 30 napot, két napon belül is lehet válaszolni, ha arról van szó. Egyébként pedig felügyelőbizottságnak lenne a feladata, hogy ellenőrizze az ügyvezető elnöknek a tevékenységét. József említette, hogy egy csomóan tartoznak a házban. Nekik ugyanolyan értékes szavazati joguk van, már amennyiben mondjuk a közös képviselőt el akarják távolítani, hát mint azoknak, akik rendesen fizetnek. A közös költségtartozás esetén egyébként a tagsági jogviszonyát meg lehet szüntetni a szövetkezetben. De egyéb a nem tag tulajdonosok is bizonyos kérdésekbe szavazhatnak, van beleszólásuk, például a közös költséget illetően is lehet beleszólásuk. Szóval egyébként én 4 éve nem tudok az iratokba beletekinteni, úgyhogy teljes egészében sajnos a hatóságok olyan lassan dolgoznak, bíróságok meg minden, úgyhogy... Kíváncsian várjuk a fejleményeket. Köszönjük szépen. Viszontlátásra.